Ünnepi díszbe öltözött az ipartelepi úton lévő alumínium öntöde egész épülete. Nem csak kívül, hanem szinte az összes irodahelyiség is a karácsonyi hangulatot idézi. A cég fontosnak tartja, hogy szebbé tegye a szerény körülmények között élő gyermekek karácsonyát is. Éppen ezért csatlakozott a Baptista Szeretett Szolgálat által meghirdetett cipős doboz akcióhoz. Cipős dobozban gyűjtünk rászoruló gyermekek számára különböző ajándékokat, akik nem tehetik meg azt, vagy nincs rá lehetőségük, hogy külön hozzon a Jézuska nekik ajándékot. És ezért a térségben elsőként szeretnénk ezt Cegléd és vonzás közvetében tulajdonképpen ezt a kezdeményezést elkezdeni ebben a régióban. A jótékony akcióhoz nem kell más, mint egy üres cipős doboz, amiben lehet tenni például mesekönyvet, színezőt, társasjátékot, kártyát, készségfejlesztő játékokat, autót, babát, higiéniai felszerelést, édességet, íróeszközt is. Az elkészített ajándékot be kell jól csomagolni, majd rá kell írni jól láthatóan, hogy fiúnak, lánynak szánják, azt is a kort is. A cégnél sokan vannak, akik több gyermeket is nevelnek. Számukra óriási segítség lehet ez az akció. Igazából jó magam, főleg azért tartom ezt fontosnak, mert 5 gyermekem van, és nyilván én tudom azt, hogy főleg így karácsonytáján ez nyilván ez egyrészt nagyon nagy örömet okoz a gyermekeknek, és nyilván a jelenlegi helyzetben, sajnos akár a gazdasági, akár a pandémiát hozom fel, nyilván ez még inkább fontos tulajdonképpen a gyermekek számára. A becsomagolt ajándékokat legkésőbb december 19-éig kell leadni a gyűjtőpontokon, vagyis Cegléden az ipartelepi úton levő alumínium öntödében. Az összegyűjtött cipősdoboz ajándékokat a Baptista Szeretett Szolgálat országos önkéntesi hálózatán keresztül juttatja el a gyermekekhez még az ünnepek előtt.